A funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban című pályázatot 2012-ben készítette elő, majd nyújtotta be a város önkormányzata. A tervezet először tartaléklistára került, majd 2014-ben már a támogató döntésről szóló tájékoztatást vehette át a város vezetése. A kivitelezési munkálatok idén ősszel fejeződtek be, többek között a polgármesteri és járási hivatal közös épületét, a református templomot és a zeneiskolát újították fel. 450 millió forint összegre pályáztunk, de mivel 2012-esek voltak ezek a becsült költségek, itt sajnos a közbeszerzési kiírásban túllépte a legkedvezőbb ajánlat is ezt a meghatározott keretösszeget. Ezt követően a kormányzathoz fordultunk, és nagy örömünkre szolgált, hogy közel 50 millió forintos plusz forrást kapott a településünk, és így 500 millió forintból valósulhatott meg ez a nagy fejlesztés. A polgármester tájékoztatása szerint a projekt keretében a belváros központi épületeinek többsége megújult. Lehetőségünk volt olyan konzorciális partnereket bevonni ebbe a fejlesztésbe, akiknek szintén kiállt ebből a nagyon szép sikerből. A református egyház volt az egyik konzorciális partnerünk, valamint vállalkozásokat, helyi vállalkozásokat is bevontunk a fejlesztés területére. Elsődlegesen közigazgatási, oktatási és sport létesítmények felújítását vállalta az önkormányzat, így került felújításra a polgármesteri hivatalnak és a járási hivatalnak is otthont adó központi városháza épületünk, a városi kincstár elnevezésű épületünk, valamint állami fenntartásban lévő zeneiskolánk is külsőleg is és belsőleg megújult, valamint a sportbarátok nagy örömére egy teniszpályával tudtuk megörvendeztetni a helyi teniszszakosztálynak a tagjait. A polgármester hozzátette, jövőre is folytatódnak a fejlesztések, a tervek szerint többek között ezt a régi óvodát korszerűsítik, energia ellátásához napelemeket telepítenek az épületre.